Magyarország nem kívánja módosítani a távközlési adóról szóló törvényt, erről tájékoztatott a Nemzetgazdasági Minisztérium. A kormány álláspontja szerint a bizottság által vitatott intézkedés teljes mértékben megfelel a közösségi jognak. Közben egy másik kötelezettségi eljárás is új szakaszba lépett Magyarország ellen. Az Európai Bizottság azt kifogásolja, hogy az ország nem gondoskodik a hajózási és árvízvédelmi célú víztározókkal összefüggő környezetvédelmi és vízgazdálkodási költségek megtérüléséről. Bajnai Gordon szerint az Orbán kormány oktatáspolitikai intézkedései évtizedekre kizárhatják az országot a fejlődésből. A Haza és Haladás Egyesület elnöke egy mai sajtótájékoztatón elmondta, a kormány csak ugyan özönvízszerű változásokat zúdított a társadalomra, ezért az ország ma katasztrófa sújtotta területnek számít. Az egykori orosz vicc jut erről az eszembe, amikor a Seremetyevói reptéren Kovács úrnak mutatja a vendéglátója, hogy ott ez az automata, ez a híres orosz borotvagép. És kérdezi Kovács úr, hogy de hát hogy lehet, hogy működik? Hát bedob egy rubelest, és leborotválja a fejét, ha bedugja a nyílásba. Jó, de hát mindenkinek másmilyen feje van. Először Kovács úr, először. Bajnai Gordon a kormány oktatáspolitikáját és az iskolák államosításának folyamatát érzékeltette ezzel a viccel, majd komolyra fordította a szót. Magyarország ma katasztrófa sújtotta terület. Bajnai Gordon szerint a legsúlyosabb gondokat a gazdaságban és az oktatásban okozta az Orbán kabinet. Az Együtt 2014 választói mozgalom társalapítója a Tárki felmérésére hivatkozva azt mondta, a pedagógusok kétharmada szerint értelmetlen az államosítás, a problémákat helyben kell megoldani. Háromnegyedük szerint a központosítás nem csökkenti az esélykülönbségeket, nem javítja az intézmények finanszírozását, és 90%-uk szerint nem emeli az oktatás színvonalát. Az a múltban révedő, az oktatást 100 évvel visszarepíteni kívánó, 100 évvel ezelőtti feladatoknak megfelelni kívánó gyakorlat, amelyet a kormány most megkíván honosítani, amelyről öntelt és dőfös módon nem konzultál a pedagógusokkal és nem kíváncsi a szülők véleményére, Magyarországot évtizedekre zárhatja ki a világ fejlődéséből, és ezzel a magyar polgároknak veheti el a boldogulás esélyét. A volt miniszterelnök ezután arról beszélt, hogy a kormány gyakorlatilag becsapta a tiltakozó diákokat, ugyanis olyan pontszámokat állapítottak meg a sláger szakokon, hogy a hallgatók mindössze 10-20%-a lehet majd tandíjmentes. Bajnai Gordon ugyanakkor nem tartja ördögtől valónak a tandíjat, de ahhoz szerinte támogatást és ösztöndíjat kell rendelni. Az egykori kormányfő megígérte, hogy 2014-ben, ha fordulat lesz, akkor megszüntetik a hallgatók röghözkötését. A Fidesz szakpolitikusa közleményben reagált. Pósán László azt írta, hiteltelennek tartja Bajnai Gordont, mert kormányzás alatt 3000 iskolát érintettek az összevonások, illetve a bezárások, amelyek miatt sok pedagógust is elküldtek.